Jó estét kívánok, jó napot, jó estét, valahol itt a határon talán. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit mai találkozásunk alkalmából, és egy megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm professzor asszony, dr. Bagdi Emőkét, aki elfogadta a meghívásunkat. Elfogadta a meghívásunkat, hiszen azért nem könnyű dolgokon mentünk keresztül itt az elmúlt hónapokban, években. Minden segítség jól jön, a lelki segítség is. Nem kell senkit emlékeztetni itt a teremben, hogy azért egy Covid-járvány van mögöttünk, amikor bezárkóztunk, gyermekek sem jártak iskolába, civileknek sem voltak programok, vagyis megszenvedtük azt az időszakot. Aztán kitört egy háború is itt a szomszédba, nyilván ennek a nyomása szintén itt van a lelkünkben, sokszor látom az arcokon a komor tekinteteket, amikor rendezvényeken találkozunk. Szóval van itt dolog elég. És még egy választás is közelik néhány nap múlva, amikor még inkább fölstresszeljük magunkat, vagy hát sokan. Térjünk vissza a jó zenészhez, az mindig segítség. És én azt gondolom, hogy amikor egymással is beszélgetünk erről, az már egy jó út, de még jobb, hogyha találkozhatunk egy olyan szaktekintéllyel, akit szerintem mindannyian ismernek a teremben, televízióból, rádióból, újságból, interneten keresztül, aki, én hiszem, hogy nagyon sok esetben azt a segítséget adta meg mindannyiunknak, amire éppen akkor, éppen a legnagyobb szükségünk volt. Hát most ez élőben is megtörtént. Még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm professzor asszonyt, és kérem, ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat, örülök, hogy itt lehetek. Valóban nehéz időszakban vagyunk, voltunk és még leszünk is. Minek következtében nyugodt lélekkel mondhatom, hogy senkit nem ismerek, akinek ne volna stresszel túltelített az élete. Ez így normális, ezt merném mondani, hogy mindazt, amit ránk tett az élet, mindazt, ami ért minket, azt mi lereagáljuk. És hogyan? A lényeg az, hogy mi okosak legyünk, és tudjunk sok mindent tenni annak érdekében, hogy az, amilyen hatást tesz ránk a külvilág nagyon-nagyon sok eseménye, hogy tehetetlenségbe taszít, hogy az agresszió elönti bennünket, és nem tudjuk, hogy merről, hogyan, hogy védekezünk. És számtalan olyan hatás ér, ahol azt érezzük, hogy mit csináljunk, mit tegyünk, hogy megvédjük magunkat, családunkat, a világot, a környezetet. Mindezek a feszültségek lecsapódnak az idegrendszerünkbe, és gondolják már el, hogy az idegrendszerünk a pleisztocén kori ember idegrendszeri programja szerint dolgozik a stresszekkel. A pleisztocén kor az még az ember neandervölgyi előtti, még volt pleisztocén, holocén korszak, és itt az ősidőköz kell visszamenni. Úgy maradt az idegrendszer, olyan működési programja van, hogy a minket érő stressz belül idegrendszerileg húzalosan, és hormonálisan, olyan ősi pályákon, ősi programok szerint zajlik. Rengeteg inger ér. Na most, ha nem volna a Covid történet, ami egy krízis állapot, ami elhúzódó, ha nem volna most ez a háborús helyzet, ami óhatatlan mindenkiben, alattomosan, háttér, hátsó gondolatként ott őrizget és táplál egy félelmi feszültséget. Ezt már vizsgálatok igazolták, hogy már még a gyerekeinknél is így van. Ha még mindezek nem volnának, és mondjuk idézőjelben békeidő volna, akkor is mi túl stresszelt lelki helyzetben élünk ahhoz képest, amire a mi fiziológiánk, élettanunk, testünk, működésünk képes. Amire képesítve van, sokkal, de sokkal több olyan behatás ér, amire mi nem vagyunk szerkezetileg és működésünkben jól felkészülve. Tehát nekünk aranyat ér minden olyan információ, ami arról szól, hogy hogy védhetjük meg a saját egészségünket, talpon maradásunkat, hogy ne betegedjünk bele, ugye a stresszbetegségek. Hát ma már ez köztudott, hogy tulajdonképpen az egész stresszel foglalkozás is. Onnan jött az orvostudomány felől. Hát tudják, Seje János, ugye a stresszbetegségek, krízis állapotok, súlyos negatív behatások, tehetetlenségi helyzetek, minden következtében a szervezet betegséggel reagál, tehát bizonyos szervi működések fölmondják a szolgálatot. És hát Seje János, aki elénk állította a stresszmodellt, hogy a ma
embere, vagyis ennek a korszaknak az embere, ez a múlt századra vonatkozott persze. A múlt század embere túl van telítve olyan ingerekkel, hatásokkal, amikhez a földolgozáshoz eszköztelenek vagyunk. És ugye ő vezette le, és ő vezette be azt a fogalmat, hogy stressz, ez a hidak szakító szilárdságának a megjelenés, tehát a mérésére szolgálatos fogalom, mennyit bír egy híd. Ismeritek azt, hogy döngő léptekkel átmennek a hídon, úgy terhelik direkt, meg súlyos járművek átmennek, így próbálják ki, hogy mennyit bír el a híd, annyit-e, mint amennyit a konstrukcióban megterveztek, hogy ennyit el kell bírni. Na szóval a stressz fogalom innen jön, és tulajdonképpen amikor a stresszekkel elkezdtek a múlt században foglalkozni, és nagyobb hangsúlyt helyeztek rá, akkor a rossz stresszekkel, mert az orvostudomány a betegségekkel foglalkozik elsősorban, tehát tulajdonképpen az egészségügyet magunk közszólva nyugodtan lehetne betegségügynek átkeresztelni, mert sokkal inkább a betegekkel foglalkozik, mint az egészségesekkel, mert ugye még nem tartunk ott, hogy prevenció, megelőzés, hogy meg se betegedjünk. De az egész stressz gondolat azért kincset érő volt, mert Seje pont arra hívta fel a figyelmet, és végig vezette, hogy mi az, ahogy megbetegszünk abba, hogy minket olyan behatások érnek, hogy ér a behatás, és akkor pontosan le lehet vezetni, és mi ezt végig is gondoljuk. Két agyféltekénk van, bal és jobb agyfélteke. A bal az okos agyunk, amelyik beszél, ott van a beszédközpont, amelyikkel kommunikálunk a világgal. Mikor ér egy inger és az okos agyunkat éri, akkor fölmerül a kérdés, fontos ez a dolog, amiért minket, vagy nem fontos? Nézzétek, ha nem fontos a dolog, amiért valami behatás, akkor nem történik semmi. Akkor van egy stresszor, és van rá egy közönös reakció, mert nem érdekes. Attól kezdve válik valami jelentőség, hogy azt mondja a bal agyféltek, ez fontos, fontos. Na és akkor mi történik? Átadja szépen az érzelmi agynak, a jobb agyféltekének a kérdést, mint a férje a feleségnek, hogy na most mit csináljunk? És akkor a jobb agyfélteke az érzelmi, hogy azt mondja, tudunk mit csinálni, persze ilyen esetben azt és azt csináljuk. És megvan a döntés, és ha megvan a döntés, hogy ezt vagy azt megcsináljuk az adott helyzetben, ezt a reakciót, ezt a helyzetet kihívásnak nevezzük. Kihívás, hogy gyerünk, mutasd már meg tudod csinálni, persze, hogy meg tudom csinálni, nincs probléma, megcsinálom. És akkor nincs rossz stressz. Elvágólagosan onnan kezdődik a rossz stressz, el is nevezte se di-stressznek. A di-stressz azt jelenti, hogy olyan behatás, amire a bal agyfélteke azt mondja, nagyon fontos, az érzelmi agy pedig, amelyik megkeresi a tárolóba, hogy van-e megoldásunk, ugye, és akkor azt jelzi, sajnos nincs megoldás. Vagy azért nincs megoldás, hogy már nem tudok mit csinálni kínomba, tehetetlenségembe, vagy még nem tudok, mert új még nem jut eszembe. Úgyhogy azt is mondhatnám, minden krízis állapot negatív stressz. Mióta élünk mi itt Magyarországon is, persze a világon is, mert hisz pandémia volt, és még csendesen most is van. Mióta élünk mi ebbe a krónikus stresszfeszültségbe? Meg tudod oldani? Te egyedül én? Meg tudjuk oldani? Nem, meg kellett várnunk a nagy tehetetlenségbe, miközben hullottak körülöttünk az emberek, és azt se tudtuk, hogy egyáltalán honnan jött, mi ez, mit fogunk csinálni, mihez kezdjünk, mi a tanács, mire figyeljünk, információ éhesen, hallgattuk a híreket, próbáltuk beszerezni az információt. Mi történt ez alatt az idegrendszerünkben? Fölkorbácsolt állapotban negatív stressz helyzet állt elő. Mi a negatív stressz helyzet? Egy tehetetlenségi pillanat. Az tulajdonképpen a krízis, hogy valami ér, aztán azt se tudom, hogy mit csináljak. És ebben a tehetetlenségi, megtorpanási helyzetben ez a pánik, amit annak nevezünk, tehát az adott behatás következtében előálló pánik, hogy nincsen előrántható megoldás. És az ilyen pánik a legkülönbözőbb súlyossági fokon jelenhet meg, de hogy distressz, vagyis biztos, hogy minden ilyen helyzet, ha elhúzódó is, mint ez a mostani állapot, fönntart egy olyan állapotot, amit úgy gondoljuk el, hogy leírta Seje János a stressztengelyt, úgy is nevezte, hipotalamus, egy agyirész, hipofízis, ugyancsak egy agyirész, a mellékvesekéreg, mellékvesevelő, egy olyan fajta pályarendszer, még
be kell kapcsolni a pajzsmirigyet is, amelyik mit csinál? Gondoljátok el, a szervezet tulajdonképpen nagyon bölcs, ahogy Seje rávilágított, mert amikor mi egy ilyen szimpatikus idegrendszeri gerjesztettség állapotába kerülünk, hogy ezek a bizonyos agyi központok és pályák bekerülnek egy ilyen felfokozott állapotba, szimpatikus, azaz felfokozottság, akciókész állapotba kerülünk, akkor tulajdonképpen az egész idegrendszer, ez a húzalos idegrendszer, és a folyékony idegrendszer, ezt idézőjelbe, ez a hormonális háztartás, stressz hormonokkal önti el a szervezetet. És mióta tudjuk, hogy van sejtmemória, minden pici sejted, nem csak sejt, hanem tud mindent a nagy egészről. Azóta merjük azt mondani, hogy elöntött állapotba, rossz stressz hormonjaival elöntött állapotba vergődik a szervezetünk. Szimpatikus idegrendszer állapot magában azért volna okos a szervezet részéről, mert ugye tulajdonképpen vészcsengő. És akkor, ahogy beindítja az akciókészséget, mert mit csinál, amikor rossz stressz állapotában vagyunk, mikor izgatott vagyunk, mit csinál a szervezeted? Hát az izmaid előfeszített állapotba kerülnek, akció. Ugye tulajdonképpen alarmreakciónak is nevezhetjük, hogy gyorsan akció, csinálj valamit, a baj csak az, hogy nem tudunk mit csinálni, mert különben fölkészül az idegrendszer arra, fölkészül az izomzat arra, hogy akció, te most meg fogod oldani a dolgot, tessék, old meg. Csak a probléma abban van, hiába megy fel a vérnyomásod, hiába fog gyorsabban verni a szíved, szimpatikus idegrendszeri izgalom, azért csinálja, hogy akció, hogy föl vagy készülve, akkor menetkész vagy. Tehát hiába, ha menetkész vagy, ha egyszer nincs megoldás, hogy merre lépjél, mit csináljál. Ilyenkor mi van? A szimpatikus idegrendszeri izgalom, és így adrenalin, az a mellékvese velőhormonja, kortizol, ez a mellékvese kéregnek a hormonja, küzdőhormonnak is szoktuk nevezni, úgy gondold el, hogy minden pici sejted el van árasztva vele. És közben a húzalos idegrendszer, ugye ez a bizonyos, amiről beszéltem, hogy a húzalos is végig, a szimpatikus idegrendszeri pályák ugye izzásban, és ez az állapot fönnmarad. Seje János szembesített minket azzal, hogy ez a fajta fölkorbácsolt és menetkész állapot, amiben nem tudod elérni, hogy azonnal megszüntesd, az agyad tudja, hogy nincs mit tenni, de lomha, az idegrendszeri és az a pályarendszeri működés lassacskán nyugszol meg. Hát gondolj egy rossz pillanatodra, mikor valami nagyon rossz hírt kapsz, és akkor tehetetlen vagy, gyorsan ver a szíved, kiver a verejték. Nem is mondom, hogy mi mindent tudunk ilyenkor átélni. Hát valójában, amikor ezeket a negatív tüneteket átéljük, hiába mondod a magadnak, hogy na nyugodjak már meg, a legdrámaibb és leghaszontalanabb kifejezés, mikor azt mondjuk nyugodj meg, akár magunknak, akár egymásnak. Mert ugye elhiszitek, hogy tennénk mindnyájan, hogy megnyugodjunk, ha képesek volnánk rá. A probléma csak az, hogy ez egy nagy, hatalmas automatizmus a szervezetben, majd magától csökken le a feszültség. De Seje János világított rá arra is, és mi van akkor, amikor nem szűnik meg az adott helyzet, ami ilyen kártékony. Hogy ott van az a Covid vírus, hogy ott fenyeget, most már az Omikron változat, aztán meg az izraeli legújabb, ami már nem is emlékeztet az Omikronra, mindig új, mindig valami új, ami nyakon öntő, mindig újra hozza az új és új izgalmat. Nem tud megfelelően lecsökkenni ez a feszültség, ami magától egy idő után persze lecsökkenne. Akkor van a krónikus stresszállapot, vészhelyzet, és a vészhelyzet az, amikor fönnálló, tehát hosszabb ideig fönnálló és nyugalmi állapotba visszakerülő nem tudó, tehát visszakerülni nem tudó szervezet bedobja a törölközőt. Először csak úgy mondjuk első stádium funkciózavarok, vagyis megmarad neked az, hogy gyorsabban ver a szíved, vagy keringési területen, hogy vagy emésztőszervi területen, de valahol, ugye mi is történik, vagy gyorsabb, vagy lassabb lesz a működés. Eltér a normálistól. Az egészség az egy beszabályozott, programozott működés. Tudja a szíved, hogy mennyit verjen, hogyha nincs izgalom. Izgalomban meg neked is nekilódul a szíved, és neked is gyorsabban ver. Na most a kilengések mind, a funkciók kilengései mind rendkívül megzavarják, nem csak a szíved fog gyorsabban verni, hanem kihat az egész
szervezetedre, minden pici sejt értesül róla, hogy miben vagy. És ez az, amit ugye a kimerülési stádiumnak nevezett annak idején még Seje János, és példaként hozta föl, a II. Világháborúban Leningrád ostrománál volt egy olyan, hogy körgyűrű, és seki sebe, és élelem semmi, és ott voltak sorra, éhen haltak a gyerekek, és nagy vészhelyzet volt, és mindenki, a lakosság magas vérnyomás betegséget kapott. Ez az úgynevezett leningrádi hipertónia, amit így jegyzett föl a tudomány, hogy nem lehetett megoldani a helyzetet, és ott abba a beszorultságba, abba a tehetetlenségbe minden polgár, aki életbe maradt, mindenki magas vérnyomás betegség volt észlelhető nála. Mert mit is tesz a magas vérnyomás? Ugye fölkészíti a szervezetet, hogy old meg a helyzetet, csinálj valamit, és akkor majd lecsökken a vérnyomás, a készültségi állapot. Nem tudott lecsökkenni, vagyis ennek az a stádiuma már nem funkcionális, mert nem csak a zavar maga funkcionális, ami el is múlik egy idő után, hanem fönnmarad. Na de eszméljünk, hogy kicsiben, úgy a személyes világunkban ugyanezt történik, hogyha egy izgalmi állapotot átélsz, és bekeveredsz egy olyan krízisbe, ahol nem csak most, holnap se találsz megoldást, holnap után se, cipeled magadban ezt a bizonyos túlfeszített állapotot, és egy idő után már csak arra eszmélsz, elmész az orvoshoz, és azt mondja az orvos, asszonyom, önnek eszenciális hipertóniája van. És akkor gondoljátok el, mikor ezt a diagnózist direkt mondom így, a eszenciális. Mert mit jelent, hogy eszenciális? Az, hogy fogalmunk sincs, hogy mi okozza, de mióta a stressztudomány kiderítette, hogy a stressz okozza, azóta tudjuk, eszenciális hipertónia egyenlő stressz alapon létrejövő betegség, azaz tartósan fönnálló zavar. Nem volna érdemes nekünk itt most elmélkedni az egész stresszről, rossz stresszről, ha nem született volna meg a stressztudományban egy egészen új, úgy mondjuk paradigmatikus, tehát szemléletében, elgondolásában, viszonyulásmódjában egészen más iskola irányzat, most átjövök erre az oldalra, mert olyan messze van az orvostudományi stresszfelfogástól, a sejeféle felfogástól, az, amiről most beszélni fogok, amiért nekünk érdemes élni. Mert mindenből ki tudunk szabadulni, mert megvannak a kulcsok, megvannak a trükkök, megvannak a lehetőségeink, hogy szabaduljunk ki. Hát jött az a fajta más megközelítés, ami Barbara Fredrickson nevéhez fűződik, aki előállt az orvostudomány felé egy olyan fajta állítással. Te azt mondod, hogy kerüljük a stresszeket, jól van, akkor ne járjunk munkába, és ritkítsuk a családtagjainkkal való találkozásokat. Miért? Mert mi stresszel, aki fontos, ami fontos, a többi meg nem számít. Na most erre azt mondja, nem az a megoldás, hogy rábeszélsz engem, hogy kerüljem az élet eseményeit. Az élet zajlik, edzi az idegrendszer saját magát, és iskolázza a pályarendszert, hogyha kicsi izgalom, majd megnyugvás, kis izgalom, aztán megnyugvás, normális élet. Használjuk az idegrendszerünket, edzük az agyunkat, figyeljetek, nem volna problémánk, ellustulna az agyunk, és szép lassan egyre butábbak lennénk, nem mondom ki, hogy mi történne az agyunkkal. Az elme bezárulna, nincs mint törni a fejedet. Hát mit csinálnak az idegsejtjeid? Lustálkodnak a lusznok, aztán elbambulnak. Szóval muszáj, hogy legyen neki izgalom, egy kicsi izgalom. Akkor dolgozik egy kicsit, majd utána megnyugszik. Ez az élet maga. Tehát stresszmentes élet nem, hogy nem létezik, de ne is legyen, mert a distressztek is arra jók, hogy ugye tulajdonképpen, ha belegondolsz, ugyanaz érvényesül az idegrendszerben is, a szervezetben is, ez a bölcsesség. Ha nem használsz valamit a testedben, az szép lassan. Úgy mondjuk hivatalos nyelven inaktivitási atrófia, magyarul nem használás következtében funkciózavar. Használjad mindened, ami van, mindent használjál magadon, mindent, és itt szeretném kijelenteni asszony, társak, szexet is, tessék, mindent használni, mert a szervezet, ha valamit nem működtetsz, így van, akkor kiesik abból a fajta funkcionális ritmusból, hogy egyáltalán van. Ha nem rágnál a fogaddal, mi történne? Nem is mondom. Szóval muszáj, amink van, azt használni muszáj, mert edzük. Ha te jársz, kelsz, akkor te nem fogsz
nem is tudom, a mozgásszervi bajt kapni, legalábbis ha kapsz, akkor is, de járni azért fogsz tudni, ha mozogsz. De ha mondjuk, csak zárójelben mondom, és a korosztályon beli hölgyekre tekintve, ha egy páron vagytok ilyen korosztály, hogy például én nagyon jól megtanultam azt, hogy hogy komolyan kell venni azt, hogy stresszekre szükségünk van, igenis mozgatni a végtagokat is használni, mert hogy leülök a fotelba, mondjuk, na, nyugdíj, most már azt csinálok, amit akarok, kukkolom a tévét, nézem a műsorokat, eszem, iszom, jól vagyok, és ülök. És egy pillanatban azt észlelem, hogy nem bírok ma a fotelből fölkelni. Aztán meg már csak támaszkodva tudok menni, mivel nem használom magam, az izmaimat, nem használom az agyamat, ezért minket. Na szóval itt állunk, és itt protestálunk, és lázadunk az orvostudomány ellen, hogy kerüljük a stresszeket, dehogy is. Nem, csak jó kis stresszek kellenek nekünk. És ez az iskola az, amelyik bizonyította, és most pont jó helyen vagyok, pozitív stressz. Tényleg? Van pozitív stressz. Ajaj. És akkor azt mondja Barbara Fredrickson, ha mi meg tudnánk azt csinálni, mint művészek, háromszor annyi pozitív stressz, mint amennyi negatív, mi talpon maradnánk, mi nem betegednénk meg. Mert ki kompenzálná, miért? Mert a pozitív stressznél, ugyanúgy, hogy elmondtam, hogy mi van a negatív stressznél, hogy ugye a küzdőhormon, a kortizol, hogy tudjátok, hát a szteroidok mit csinálnak. Hát nagyon pusztító, ha hosszan, akkor is, hogyha van ennek egy gyógyászati vonatkozása, de most ezzel nem foglalkozunk, hanem csak azzal, hogy a küzdőhormon, szóval tulajdonképpen jó, ha van, de a jobból is megárt a sok isterőr is, hogy sok legyen belőle. A rossz stressz esetén, ugye, adrenalin, hát tudjátok, vannak adrenalin függő emberek, ugye úgy hívják őket a szenzáció vagy a különleges élményeket kergető emberek, bungee jumping, meg hasonlók, hogy leugrani magaslatokról, és akkor úgy fölmegy az adrenalin szint, hogy az valami elképesztő, mert a halál közeli félelmi állapotba kerül az illető, ebbe hozza magát, majd ugye, hogy ezt túléli, ez neki egy gyönyörűség. Na de figyeljetek, hát ezek szélső példák. Hát egyik, én nem tudom, van-e köztünk olyan, aki ugrálna magasból, és nem tudom, hasonlók. Azt hiszem, hogyha most itt egy statisztikát csinálnánk, elvétve akadna ilyen adrenalin függő. Tehát jó, tehát jó, hogy van adrenalinunk, egy kis serkentő hormon, hát a kihívásoknál is csak az van, izgatott leszel, azért csinálod meg, amit meg kell csinálni, aztán megcsináltad, lenyugszol, jól van, de akkor ez a normál menet megy, hogy egy kis stressz, egy kis nekiveselkedés, egy kis próbálkozás, edzett közben az elmédet, töröd a fejed, mit csináljak, úristen, mit csináljak ebben a helyzetben, egy napig is izgulsz meg, mi, másnapra meg van a megoldás, és edzettél egyet, így is mondhatnám. Ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok. De hogy higgyünk az orvosoknak, hogy mi tényleg kerüljük el a stresszeket, megállapította a tudomány, hogy nem. Hogy nem a stresszeket kell kerülni, hanem egy, azokat a feltételeket kell az életünkbe, ha lehet, minimalizálni, amik minket rossz stressz állapotába kergetnek be. Ez az egyik feladat. A másik feladat pedig megtanulni jó stresszeket gyártani. Tehát olyanokat, amik mit csinál a jó stressz. Nagyon izgalmas dolgokról van szó. Volt már olyan pillanatod az életedben, amikor azt mondtad, úgy örülök, olyan jó érzés. Valami, tudtál örülni valaminek? Hát tudom, hogy igen. De hogy képzeljétek el, hogy fölmérték 20 000 férfinál és nőnél, hogy mi az életének a csúcsélménye, mert azt mondja, hogy olyan boldog voltam, az életem legnagyobb élménye. És még csak azt se lehet mondani, hogy ezek a kitüntető élmények akár esetleg fájdalommentesek, vagy problémamentesek, vagy csupa-csupa csoda. Miért? Mert például nálunk nőknél képzeljétek, kijött nagy többségnél, hogy gyermek születése. Hát, ha nekem valaki azt mondja, hogy nagyon kellemes élmény, hát nem hinném, hogy ahogy ezt kimeri valaki mondani, ám, de elfelejtjük a fájdalmat, ugye érdekes módon, mert ilyen a természet.
természet csodája, de az bizony, de maga, akkora pozitív stressz, hogy olyan tömegű oxitocin termel a szervezet, és akkor most mondanám, mi a jó stressz? Amikor a szervezet olyan készültségi állapotba kerül, hogy olyan hormonok öntik el a szervezetet, és még egyszer mondom, minden pici sejtedet. Nincs kivétel. A legparányibb sejted is benne egy hatalmas hálózat, ami megkapja a maga dózisát ebből a fantasztikus hormontömegből, oxitocin. Mi az oxitocin? Egyesek itt azt mondják, tudom, amivel a szülést kergetik, hogy gyorsabban menjen. De itt nem erről van szó, képzeld el, mert az oxitocinról kiderült, úgy is nevezték, hogy kapcsolat és szeretet hormon. Kapcsolat és szeretet hormon, ami meg is van pontosan, ez az egyik tételünk, amit nagyon végig kell gondolni, hogy mivel tudsz te oxitocin fürdőbe kerülni, hozni a szervezetedet, amire mi a szubjektív válasz, hogy nagyon szeretve érzed magad, szeretetképesnek érzed magad, úgy érzed, hogy jaj, de jó ez a világ, öröm állapotait éled át. Valahányszor örömállapota keletkezik a szervezetedben, valahányszor megállapítod magadban, jól esik. Annyira jó ez nekem. Ezek a szubjektív élmények mind oxitocin fürdőbe helyezik a szervezetet. Képzeld el, amikor a baba megszületett, abba a pillanatban, amikor az anyuka testével találkozik, kioldódik az úgynevezett anyai ösztön, ma már tudjuk, hogy ez az, anya születik, oxitocin árasztja el a babát is, meg őt is. És ez az a pillanat, amikor a testnek az érintkezése, az inger, úgy mondjuk kulcs inger, zárva a kulcs, találkozik a babával az anyai test, hogy ne találkozna. Így vagy úgy feltétlen, kioldódik ez a bizony, megvan a kulcsinger, zárva a kulcs, a szervezet azonnal tudja, ösztön. Biológiailag belénk ültetett ösztön. Na most innen ered, hogy tudjuk, az oxitocin, kötődéshormon, kapcsolathormon, minden olyan helyzetre, de minden olyan helyzetre, amikor csak annyi történik, hogy egy általad legalább közömbös, szóval nem utált, na így mondanám, személy hozzád ér. Még talán észre se veszed, olyan diszkrét, picike az az érintés. A kulcsinger, tudnilik ezt a fogalmat, hogy kulcsinger, azért használom, mert a tudomány kiderítette, hogy bizonyos folyamatok, belső folyamatok bekapcsolásához kellenek olyan ingerek, amik specifikusak. Az a bizonyos inger, mint zárva a kulcs, ki tud nyitni egy olyan állapotot, ami biológiailag és lelkileg egyaránt nagyon szuper. Na most így van, hogy az érintés maga nem csak az, hogy csak annyi, hogy mondjuk beszélgetünk, nem természetes, hogy közel vagyok hozzád, vagy közelebb lépek, vagy hogy megérintelek, kézfogások, rítusok, és így tovább. Benne van a kultúrában is. Majd minden kultúra, még az is, amelyik nem a kézfogás preferálja, hanem az orral való összedörgülőzés, vagy akár érintkezés az van. Mert a bőrnek a bőrrel való érintkezése a kulcsinger, és ebből megtanította ez a pszichológia pozitív stresszeket, ápolgató, gyűjtögető pszichológia. Mit kell nekünk tenni annak érdekében, hogy mi ilyen kötődés, kapcsolat, szeretet hormonban fürödjünk, és a másik is. Hogy ennek a kulcs ingere az érintés, és annyira érzékenyek vagyunk rá az érintésre, de olyan megmarad bennünk, hozzuk magunkkal ezt a készséget, ami természetesen minden érintésre képességként is, tehát egyre jobban begyakorlódik. Hát állandóan ezt csináljuk a pici babával. Mit csinálunk a pici babával? Ha nem győzünk gyümölcsölni, füröztjük, megpuszíjuk talpacskáját, és így tovább. Tehát bőven ellátjuk őt érintés, simogatás, érintés, stb. Ingerrel. Aztán egy kicsit leszokunk róla,
pedig nagyon-nagyon jót tesz. A hordozás kultúra például, tudjátok, van ilyen, mikor magukra kötik a babát. Hát valójában mi koraszülötten jövünk 9 hónap után a világra, még pont 9 hónap kellene, hogy még bengyarapodjunk, ha magunkra kötjük, akkor ez a testkontaktus megvan. Hallom anyukám szíve dobogását, hallom a belső hangokat. Felvették magnóra egyébként, illetve hanganyagot csináltak a anya mélyűri hangjaiból, és a hasi, mikor korog a gyomrot, hát a baba hallja, meg mindent hall, hogy benned a szervezetedben mi történik. Rá végtelen jótékony hatással van, és ezek mind érintkezések. Csak egy dolog, nem tudom, hogy tetted-e, teszed-e, hogy ringatod a babát. Miért ütögeted a hátát a babának? Te rájöttél erre? Ösztön. Ez is olyan ösztön érintés. Miért? Mert oxitocin fürdő. A baba megkapja ezzel az érintgetéssel azt, hogy de szeretlek, de szeretlek, de szeretlek, de szeretlek. Hát most csak így tudom mondogatni, mert biológiailag ez történik a gyerekben. És a gyereknél mi alakul ki, az idegrendszere nő, mint a gomba, a kapcsolatoknak a száma. Most képzeljétek el, hogy van egy idegszál, és annak vannak végfácskái, ilyen kis kapaszkodók, amikkel a másik idegsejttel találkozik. És akkor az ilyen hatásra, hogy és járkálsz vele, öleled, simogatod, szóval érintkezel vele, ezek úgy szaporodnak, csak úgy nőnek is. És mi a következménye, ha az idegrendszer ilyen sok-sok kapcsolatot növeszt? Hát, hogy úgy is működik ilyen finoman, árnyoltan, tökéletesen, egyre finomabban. Ennyire óriási a hatása magának az érintkezésnek, és minél több ilyen idegrendszeri finom kapaszkodód van, érintkező, annál toleránsabb vagy. Annál jobban bírod a gyűrődéseket, annál jobban viseled a terhelést. Minél többet kapsz korán, szépen tele is lesz a zsák a szükséglete, amennyit bevittél, ott van. Van tartalékod, van mihez folyamodni. Na most hosszasan azért nem, mert végig lehetne menni az egész emberi fejlődést a kezdetektől, hogy hogyan tanulja meg az idegrendszer és a szervezet, hogy olyan hormonokat termeljen, amik úgy nevezik összességében vitalitás generátorok, életerő serkentők, mert adják, pumpálják be biológiailag azokat az erőket, hogy te csak a közérzetedben érzed, jó kedved van, erős vagy, nem esel kétségbe, ott van előtted az a tragikus helyzet, de te mégse tudod fölturbósítani úgy a dolgot, mint esetleg a egyesek, hogy itt a világ vége, vége már, most már nincs tovább, már most mi jön, már csak rosszak jönnek. Találkoztál már ilyenfajta attitűddel, de mennyire? És hát nincs az a belső biztonsági tár, amit akkor rakunk le, mikor megkapjuk ezeket a fejlődésbe, ezeket az érintés ingereket, és megtanuljuk, hogy tudjunk gyorsan oxitocint gyártani, hát gyárt az magától a szervezet, nem. Mi csak a viszonyulásmódot tudjuk produkálni, hogy ha nem esel kétségbe, hogyha mondjuk adva van az a vészhelyzet, és azt mondod, hogy hát fő, hogy élek, az a lényeg, hogy éljük túl a dolgokat, és ilyen pozitív, hogy úgy mondjam, pozitív viszonyulással tudsz a dolgokhoz folyamodni, ugyanaz a helyzet van neked is, a világnak is ugyanaz a helyzetet, csak a te viszonyulásod változik meg. És ez az, ami azzal van szoros összefüggésben, hogy programszerűen a te szervezeted arra van iskolázva, hogy ezért mindenfajta téged érintő dolog, nem csak fizikai érintés, minden téged érintő dolog, ne csináljon már világháborút benned, hanem hogy szép, jöjjön a biztató tárból az oxitocin, és egy akkor is szeretjük egymást, akkor is meg leszünk mi egymással, akkor is, és így tovább. Most elmondanám azt az alapkísérletet, amivel rájöttek arra, hogy felnőtteknél is milyen döbbenetes erővel működik az érintés kulcsinger, és hogy ezt a bizonyos kötődés, szeretet, odatartozás, biztonság érzetet hogy hozza ki az emberből. Annak idején, amikor ez a kísérlet megszületett, valójában rámultak arra, hogy az
hogy szinte hihetetlen, hogy ennyire nagy jelentősége legyen egy alig-alig észrevehető ingernek. Egy könyvtárban csináltak egy olyan programot, hogy a könyvet kölcsönző minden második személy, mikor átadja a könyvtáros a kölcsönvet könyvet, a könyvtáros betanult egy mozdulatot, hogy hogy érjen hozzá a kezéhez annak, aki átvette a... Abszolút nem gondolsz rá, mikor az a téma, hogy átveszek egy kölcsönkönyvet, hogy téged egy érintés fog érni, és azt nézték meg, hogy mit csinál erre a szervezet. És az két módon lehetett megnézni, hogy ugye mikor kiment az illető a könyvtárból, akkor elkapták a kérdezőbiztosok, és megkérdezték, hát mennyire elégedett a könyvtáros szolgáltatásaival, mert ugye megkapta ezt a minden második, megkapta ezt a bizonyos érintést, és ugyanazt a kérdőívet odaadták neki, és ugyanaz a kérdéssor végigment ennél is, annál is, aztán összesítették az eredményeket, de még engedélyt kértek rá, hogy a stresszhormon szintet is megnézzék, és hogy van-e különbség azoknál a stresszhormon szintben, akik érintést kaptak, és akik nem kaptak érintést. És úgy gondoljátok el, hát ez egészen fantasztikus, nem akarták elhinni, hogy ilyen létezik. Hogy ahol megvolt ez a finom érintés, mondom, lehellett finom érintés, annyira jó véleménnyel voltak, de ilyen abszolút mindenki szinte, hogy úgy kitöltötték, nagyon kiváló volt a kiszolgálás, nagyon udvarias volt minden. Még olyanok is voltak a beszélgető kapcsolatban, hogy olyanokat mondott a kérdezőbiztosnak az illető. Mi olyan jól elbeszélgettünk. Hát ez nem volt igaz, mert nem is volt szabad, mert úgy volt csinálva a kísérlet, hogy nem szabad semmit mondani, csak érinteni. Na most ez annyira világra szóló volt. Megcsinálták erre azt a kísérletet, hogy még akkor a telefonfülkék javában működtek, hogy tömött bukszát ott hagytak a telefonfülkébe. És akkor megjátszották azt, hogy jön egy kétségbeesett egyetemi hallgató, és ugye, mikor bemegy valaki, és ott megtalálja a tömött bukszát, mindenki magához vette, közlöm veletek. És akkor kijöttek a telefonfülkéből, és akkor ugye elé áll a kétségbeesett kis betanult egyetemi hallgató, jaj, nem találta meg, itt hagytam a bukszámat. Hát, és nagyon érdekes a kísérlet, úgyhogy etikailag el is marasztalták a kísérletet amiatt, és ki kellett mondani, hogy megjátszott volt a dolog, csak azért, mert annyira lejáratos, hogy sajnos az történt, hogy aki nem... Ja, mert az volt a feladat, hogy minden, tehát többször ismételték ugye ezt a helyzetet, és kukkolták közben, videóra fölvették, hogy mi történik. És annyira érdekes volt, mikor a kétségbeesést játszó egyetemi hallgatónő odament, így konkrétabban, mondjuk te vagy az, és akkor közel jön, és a vállathoz hozzáér, jaj, nem találta meg. Földerül a tekintete, de örülök, meg éppen megtaláltam. És visszaadta. Aki nem kapta meg ezt az érintést, ott hol igen, hol nem, de ott véletlenszerű. Értitek, akkora a jelentősége annak, hogy aki az érintést megkapta, úgy mondjuk szignifikánsan gyakrabban, abszolút pozitívan, tehát mosoly, nyitottság, hogy ne, örülök, hogy megtaláltam, tessék, itt van a buksa. Na most ezt gondoljátok el, mi különböztette meg azt, aki nem adta vissza, meg aki visszaadta, az, hogy kapott egy olyan érintést, ami ilyen elemi módon hatott rá. Úgy gondold el, ér az érintés, megy be az agyad jobb agyfélteke, az utat is pontosan tudjuk, ott van egy talamusz, ott egy érzelmi agy, van egy relé állomás, ott átkapcsol az inger, és elmegy, hogy tudjam már, hogy történt velem, hogy tudatosuljam, tudatosítsam, és a bal agyfélteké ez az okos agyamhoz oda küldi, hogy figyelj, ez történt veled. Ugye ez a pályarendszer. Most úgy gondoljátok el, hogy ez a pályarendszer olyannyira érzékeny, hogy ez beindítja az egész érzelmi agy működését, és ráadásul, hogy pozitív irányba. De még ez semmi, mert az immunrendszert is megvizsgálták, hogy érinti-e. A simogatás hatására képzeld el az örömközpontod, de ez egy agysejt csomócska, az örömközpont, nukleus accumbensnek hívják. Az a kis központ elkezd tüzelni, üzeni az immunrendszernek, jól vagyunk, gyerünk rajta, tarts meg ezt az állapotot, és egy olyan immun állapot áll elő, hogy a nyálból le lehet venni az immun mintát úgy, hogy a immunglobulin lesz, halmozódik föl a nyálba, és összehasonlítva egy
indító vizsgálattal, úgy mondjuk megint szignifikánsan, tehát bizonyíthatóan jelentős mértékben jobb állapotba kerül az immunrendszered. Hát most képzeljétek el, hogy ez a pozitív stressz oldalát, itt egy aranybánya van. Hát csak mi tudjuk, hogy mi által tudod a szervezetedet olyan helyzetbe hozni, mert nem tudod az ukrajnai háborút megszüntetni. Ömlik be az agresszió, és megszakad a szívünk a látványra, hogy mi történik. Meg tudod a külső körülményeket változtatni? És itt van az, hogy azt mondtam, két dolgot tehetünk a stressz helyzetünkbe. A külső körülményekbe igyekszünk minimalizálni a ártékony behatást, a másik pedig, hogy magunkban keressük azokat a forrásokat, hogy hogy tudjuk megőrizni, hogy ne betegedjünk már bele. Hogy legyen egy életminőségünk, ne halljunk bele abba, hogy ilyen nagyon nehéz körülmények között kell létezni a világban. Na most elsorolnám először most nektek azokat a hormonokat, amiket te is, én is úgy vagyunk programozva, hogy saját szervezetünk saját maga tudja csinálni, és ez fantasztikus, hogy miket tud a szervezetünk. Freund Tamás, aki tudjátok, az akadémiánk elnöke, azt mondta, csodálatos az emberi szervezet, mert mi öngyógyító hormon folyamatokat tudunk létrehozni, indítani. Ehhez elég az, hogy vegyen körül téged egy olyan emberi kapcsolat, ahol te fontos vagy valakinek, és kölcsönös, és szeretett kapcsolatban vagytok, ez már elegendő ahhoz, hogyha te bajba vagy, és a másik ezt érzékeli, a kapcsolat maga, így mondja a kulcsinger, trigger, kiváltó inger, a kapcsolat maga, hogy én tudom, hogy szeretsz, és én téged szeretlek, nincs kétség, hogy ez így van, és én bajba vagyok, és akkor te érzed, vagy én elmondom, vagy te is elmondod, és ez lesz a kiváltó ingere, hogy elinduljon olyan a te szervezetedbe is, meg az enyémbe is, ami saját gyógyító, tehát magas stresszfeszültség van, csökkenti a stresszfeszültséget. Depresszióba mennél, bánatba, de antidepresszáns hormont csinál a szervezetünk. Na tehát akkor oxitocin, endorfin, női nemi hormon, szerotonin és dopamin, ezt az ötöt, ezt a fő, mint az ahány ujjam van a kezemen, öt fontos olyan hormon, amit mi vitalitás, generátor, életerő, serkentő, pozitív stressz hormon, amit mi olyan bizonyos helyzetekhez kötötten tudunk úgy termelni, nem akaratlagos program van bennünk, ha akarod, ha nem, ha a helyzetet előhívod, a szervezeted megcsinálja magától, mert megkapja a jelzést. Hát mint ahogy egy érintés, ugye, és akkor miért kezd el újongani az örömközpontod, miért üzen le, és miért stimulálja az immunrendszert, hogy rajta és a védekezést akkor bedobni mindent. A rákbetegeknél igazolták, hogy az a beteg, aki tényleg igazán van ki miért élnie, van miért élnie, mert akar is élni, mert szeretetben van, valaki által szeretetben van. Az 50% a gyógyulásban a saját hormon, amit gyógyító hormonként a saját szervezete megtermel, ahhoz, hogy persze megkapja az orvostudományi segítségeket, de ő 50%-ban hozzájárul ahhoz, hogy meggyógyuljon. Mert a szervezete csinálja a saját gyógyító hormon. Milyen hatásra? Szeretett kapcsolat hatására, összetartozás, érintés, odatartozás érzés. Hát egymás számára iszonyúan fontosak vagyunk. De nem ám úgy, hogy egymást látni se bírjuk, tehát hogy konfliktus helyzet, hanem úgy, hogy van valaki, akihez tartozunk, van család, ahova tartozunk, van szeretett kapcsolat, amiben úgy érezzük, hogy valahol otthon vagyunk a világban, mert hát ugye Tamási Áron írta az Ábel Amerikában, hát miért is vagyunk mi a világon? Valahol otthon legyünk benne. Ez oly fontos, az odatartozás. És én hozzád tartozom, te hozzám tartozol. Ezek az összetartozás érzések, ezek hihetetlen fontosak. Na akkor mondom szép sorban, már nem hagyom saját magam se eltéríteni, elmondom az ötöt, hogy mik ezek, és megmondom, hogy mi az, ami a kulcsinger. Ha akarsz egy kis kedélyjavítót, akkor nehogy már drogozzál, hanem megmondom, hogy hogyan stimuláld a szervezetedet, hogy olyan jó kedélyed legyen. Megvan a kulcs. Tehát
Azt az oxitocin tudjuk, hogy szeretethormon érintés, a kapcsolatok, a minden, ha valaki fontos neked, és viszont, és ez valahogy kifejezésre jut, egy ölelés, egy puszi, egy csók, egy simogatás, egy láthatatlan, finom kicsi érintés, vagy csak egy olyan, amikor képzeljétek, nem is érintem meg, csak a szememmel simogatom meg. A szem tényleg a lélek tükre. Hogyan a lélek tükre, hogy ezt 25 évvel ezelőtt derítette föl egy olasz kutató, Amerikában él, hogy mikor én rád nézek és te én rám, akkor az érzelmi agyban van egy kis szigetcsoport, sejtcsoport, inzula sziget, így is hívják, és ott vannak tükörneuronok, úgy is hívják őket, tükörneuron. Én rád nézek, már ott vagy, benn ülsz az én tükörneuronjaimba, én meg a tiédbe. Ezek olyanok, hogy kölcsönösen zajlanak, automatikus, lefilmezlek, lefényképezlek, fölveszlek magamba, te meg engem, nem akaratlagos. A 9 perces újszülött már leutánozza, a újszülött leutánozza a fölé hajló női arc, anyuka arc látványát, és ugyanazt a mimikát. Tehát a leutánzás, belül leutánzás történik. Én, ha valakit megértek, az úgy megy, hogy leutánza, lefényképezi, lefilmezi az én tükörneuron rendszerem, és szépen leutánozza. Vagyis belül így vagy bennem, így mi. És akkor teljesen rendben van, mert innen megy egy pálya, ez az érzelmi agyam, innen a sejtekből megy egy pálya föl az okos agyamhoz, ugye a balagyféltekéhez, és meg van súgva, hogy most mi van, milyen lelkiállapot. Rájöttek arra, hogy ez az empátia, a beleélés, hogy ahhoz neked nem kell elsírnod magad, hogy én észrevegyem, hogy esetleg szomorú vagy. És tudom leolvasni, mert lefilmezem, lefényképezem. És ennek nyomán, ha például mi beszélgetünk, csak egy példát akarok mondani, milyen a jelentősége annak, amit a Freund Tamás is mondott, hogy két ember közti kapcsolat megingerli, hogy öngyógyító hormonokat termeljünk. Tehát például mondjuk én elmegyek hozzád, mert szeretjük egymást, jó kapcsolatban vagyunk, és elpanaszolom neked, hogy mi történt velem. És akkor te nézel, és hát természetesen meghallgatsz engem, és mivel pontosan tudod a szabályt, hogy egyetlen egy fontos dolog van ilyenkor, add nekem a te figyelmedet, és ne szólj egy szót se, de egy szót se. Csak hallgass meg engem, csak hallgass meg türelmesen. Férfiak, csak hallgass meg türelmesen. És akkor, mikor ez történik, ez fantasztikus, ami történik, a te nyugalmad a tükörneuronjaidból. Mert olyan vagy, árasztod, hiszen nem azon töprengsz, hogy mit mondj nekem. Én rám figyelsz, befogadsz engem. És a nyugalmadba megfürödve én, miután lepakoltam a terheimet, elmondtam neked, te meg a nyugalmaddal szépen engem felerősítesz. De ez csak akkor érvényes, ha tudom a szabályt. Hogy nem akarok neki semmi tanácsot adni. Nem, én se vagyok okos, nem tudom a tutit. Nincs nálam a bölcsekköve. Senki ne adjon tanácsot a másiknak, hogy egy nehéz helyzetben mit csinál, fogadjátok meg. Mert ha adsz tanácsot, megzavarod ezt a csodálatos folyamatot, amivel mi át tudunk a tükörneuronokon keresztül a saját meghallgató nyugalmunkból adni, te meg le tudod pakolni a terheidet, amit kimondtál, azt már bepakoltad a múltál tett dolgok közé. Mert ugye múltál az válik, ami kin van a világban, amit elmondtam, amit kifejeztem, amit ezért nagyon jó, hogy el tudjuk mondani a dolgokat. De ha nincs befogadó közeg, vagy te mondjuk azt mondod, hát akkor ezt meg azt csináljad, és akkor én megcsinálom, nem válik be. Én hozzád soha többet nem megyek tanácsért, az biztos. Ezért se érdemes tanácsot adni. Ha beválik, az se jó. Mert nézzétek, ha meg beválik a tanács, nem szeretjük, ha valaki okosabb nálunk. De mindjárt így vagyunk ezzel. Te miért tudod, én meg miért nem tudtam? Nekem is van annyi eszem. Tehát nem nagyon szeretjük. Nézzétek, egy biztos tanácsot nem érdemes adni. Na most a pályáról megint lementem, úgyhogy megy oxitocin, endorfin, női nemi hormon, szerotonin és dopamin. Mind jól megjegyezzük. Nekünk az egészségünkről van szó, hogy erről tudjunk. A talponmaradáshoz van szükség, hogy mindezeket szívünkbe véssük, mik a mentő övek. Ezek nekünk mentő övek, hogy talpon maradjunk.
Endorfin. Endomorfin. Belső morfium. Képzeld, 50-szer erősebb. 50-szer, mint a mesterséges morfium. Hát minek lopkodják a gyógyszereket, a morfiumot? 50-szer erősebbet tudsz akármelyikünk tud csinálni, de hogy? Hogy az endorfin, ja, és fájdalomcsillapító, ez az egyik hatása, tudjuk, morfium. A másik kedélyjavító. A jó kis lebegést tudsz te érezni, de mitől? Az endorfin és oxitocin mind a kettő kapcsolatérzékeny, tehát te benne vagy egy olyan kapcsolatban, ahol te úgy érzed, hogy biztonságban vagy, ez akkor egyik kulcsszó, biztonságban lenni, szeretetben lenni, megélni a szeretet örömteli pillanatait, van neked hormonod elég, endorfin, hogy jól érezd magad a bőrödben. De hát sajnos nagyon gyakran jutunk ugyanoda vissza, hogy van, aki szeret téged, van, aki simogat téged, van, aki puszilgat téged, van, aki törődik veled, van, aki rád figyel, van, aki csak rád figyel, van, aki odaadja az idejét, és azt mondja, itt vagyok én, majd aztán visszaadod nekem, majd én is jövök hozzád. De értitek, szóval, hogy van-e ilyen élő, fontos, érzelmileg fontos emberi kapcsolat? És oda jutunk, hogy már nem üres szó az, hogy szeretet, hanem ennek egy óriási talpomaradási, egészségben maradási jelentősége van. És ha nincs olyan, aki téged így szeret, keresd meg. És hogy keresheted meg? Úgy, hogy te elkezdesz valakit így is tápolni, szeretni, gondoskodni róla. Ne várd, hogy majd te hozzád leszáll a szeretet, és egyszer csak majd megjelenik az ölelőkar, hanem tedd meg te először ezt a gesztust. A múlt század egy jeles pszichológusa, Carl Gustav Jung mondta, hiányzik neked valami? Gyorsan adjad valakinek te magad először, mert aztán meglátod, hogy meg is fogod kapni. Csak hogy légy szíves, ne várd, hogy majd, mint hogy azt várjuk, tudjátok, van ilyen tévképzet, hogy hát nincs lehetőség, hogy passzoljunk egymáshoz azért, mert neked meg kéne ahhoz változni. Na, ha valaki azt gondolja, vagy állítja, hogy kérheti, hogy a másik változzon meg, most borítékolom, hogy nem fog megváltozni. Nem fog. Így nem történik változás. Hogy történik változás? Nem vagy elégedett a másiknak a ilyen-olyan viselkedésével? Akkor dicsért meg azt, amit még meg se csinált. És ez a kulcsa, hogy nem beszélget veled a párod, mikor két mondatot mond, ugorja nyakába, hogy de jó, hogy meghallgattál engem, stb. Már azt is, a minimálist is jutalmazunk, megerősítjük, elismerjük. Figyeljetek, tudjátok, mennyire szükség van ilyen szeretett kifejezésekre? Hogy azt mondom a férjemnek, aki nem nagyon ügyes, így egyébként nagyon, de hogy nem nagyon ügyes ilyen dolgokban, hogy villanykörtét be, meg létráról nem tudom micsodákat. Szóval ezt nem nagyon. Ha megcsinálja, hát oda vagyok. De miért? Nem nagyon megy ez neki. De ha megdicsérem, tudja, hogy most nagyon nagy áldozat, amit tett, hogy most ő tényleg nagyon bizonyította azt, hogy megtette a lehetetlen. Most minden apróságokról van szó. Azért mondom nektek, mert ezek a mindennapi élet apró eseményei, amit bizonyít a pozitív pszichológia, ez a bizonyos, a pozitív stressz, EU stressznek nevezik. Az EU ugye a görög szószetételben helyes jót jelent. Vagyis a jó stressz, amiből háromszor annyi kellene, mint a negatív, hogy egészségben talpon maradjunk. De hát ezt meg kell termelni, hogy úgy mondjam. Ezt meg kell csinálni, és rájövünk arra, hogy sorba húzhatjuk a strigulákat, hogy ha jól bánunk a másikkal, ha mi adjuk azt, amire szükségünk volna, ha mi vagyunk azok, akik szeretettel vagyunk a másik iránt, ha mi dajkálunk, mi ölelgetünk, mi szeretgetünk, mi törődünk vele, mi adunk a legdrágábbat, az időt, az odadod a másiknak. És csupa-csupa EU stressz. És tulajdonképpen az ebbe a pláne, hogy mindenkinek jó. Aki adja, aki kapja. Egy érintés is tudod. Hát az kölcsönösen jó. Tehát ugye az endorfin, endomorfin. Képzeljétek el egyébként, meg úgy fedezték föl, hogy ilyen van, hogy egy kínai kutató azt vizsgálta, hogy a tevék mindent megesznek, tüskéket, mindent megrágnak, nem fáj nekik.
Miük van, hogy a kórókat, a mindent, a sivatagba, és mindent meg tudnak enni. És nincsen fájdalom, de vérzik, és nincsen fájdalomreakció. Valamit tudnak, és akkor rájöttek arra, hogy ez egy opiát, ugye így nevezzük, egy ilyen pozitív állapotot előidéző hormon, de nem találták a receptorát. És egy Candice Pert nevű amerikai biokémikus kutatónő megtalálta, és kiderült, hogy testszerte vagyunk ilyen receptorokkal megáldva, ilyenek, amik egyszerűen bizonyos ingerekre beindulnak, és árasztják a szervezetben az opiátokat, kedélyjavító, közérzetjavító, kedélyjavító hormonokat. És most nem ismétlem önmagam, döntő többsége a kulcsingereknek mind emberi kapcsolatból, szeretett kapcsolatból, összetartozásérzésből, biztonságérzésből, egymásnak adott pozitív valami dicséret, megerősítés, stb. Ezekből szedhető össze. Ezek a kulcsingerek. Miért? Hát a kérdést dajkáld egy kicsit, és gondolj bele, hogy milyen bölcs, ahogy mi meg vagyunk teremtve, hogyha jót teszünk mással, és hogyha meg bizonyos pozitív emberi magatartással megkapjuk a jutalmat, és a jutalom gyönyörű, mert legalább annyira egészséges vitalitást, életerőt serkent nekem, mint annak, akinek éppen ezt adod. Na, női nemi hormonokhoz jutottunk, a harmadik egység. És a férfiak felé fordulok, hát nektek is van női nemi hormon kicsike-kicsike mennyiségben, nyilvánvaló, mert ugye tesztoszteron, a döntő ugye az a harciasság, az akarata, a kiállása, az expedíció, kaland, a világban ugye kiterjeszteni a hatalmat, birtokolni, fát ültetni, gyermeket nemzeni, házat építeni, úgy szokták mondani, ez a három dolog az igazi férfias tett. Na minden esetre a férfi tesztoszteron hormonja az eleve egyfajta szögletesebb, hát férfiasabb magatartásra predisponál. De stresszelt állapotban az agresszió szintje nagyon magas, mert azért, ha stresszben vagyunk, azért ezt el ne felejtsük, te is, én is, ugyanúgy bedühödünk, és ne mondd nekem, hogy nem, hogy te nem dühödsz be, ha tehetetlen vagy, dehogy is nem. És olyan mérgesek leszünk, a méreg szó gyönyörű, mert mérgező hormonokkal árasztjuk el a szervezetet. És mit csinálunk? Színvonalunk alá megyünk. Ezt regressziónak nevezi a tudomány. Akármilyen szépen nevezem, mikor mondasz egy gömbölyűt, aztán utána nagyon sajnálod, hogy hú, hát azért ez nem az én színvonalam. Mikor te rájössz, hogy kimondtad azt, meg ezt, meg azt, mindegy miket, hát ez ugye a regresszió. Na most a férfiaknál a tesztoszteronhormon következtében magas az agresszió töltés, és a szívkoszorú erek különösen érzékenyek azokra a rossz stressz hormonokra, amik ilyenkor egy ilyen stresszelt állapotnak a következtében, mint düh, harag, neki megyek, szétszincálom, darabokra tépem, stb. Most csak így, ami a fejünkben, mert fejünkben nem vagyunk szalonképesek. Na, mikor mi gondolkodunk ilyen durvaságokról, hogy laposra verem, meg ilyesmi, azt te gondolod, hát nem csinálod meg, de belül gondolod. Na most ugye ezek ilyen agresszív kanalizációk. Na most mivel lehet szelídíteni ezt? Szelídítő hormonok beindításával. Ha te dühös vagy, neked se árt egy kis szelídítő hormon. Mivel tudjuk szelídíteni? Az egyik például, hazajön az illetett párja, és látod, hogy már nagy baj van. Nem mond semmit, de te tudod, ismered. És te annyira kiművelt emberfő vagy, tudod, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Szó semmi, leülteted, megeteted. Azt mondod, gyere, ülj le, tedd elé az ételt, ne szólj semmit. Ha van egy kis időd, ülj le mellé, ez a legjobb. De ne szólj semmit.
és ő eszik, miközben megrágja a rágás, orális agresszió, szígy cincálod, darabokra téped azt a akármit, amit megeszel. Közben beindul a szelídítő hormon működés. Még nem fogja elmondani, majd csak eltelik egy kis idő, mikor esetleg elmondja. De nem is akarod követelni, hogy sőt, azt mondod, tudom, majd ráér, majd egyszer, majd elmondod, akkor elkezdi mondani. De hogyha te azt mondod, na mondd már el, most már tett már tényleg, látom rajta, tehát mondd már el, az agresszió a részünkről. Hagyjuk. Szelídítő hormon működést idéz elő minden olyan tevékenység, mikor a másiknak valami kifejezetten jót csinálunk, teszünk, tudjuk a másiknak a gyöngéit, de általában mi nők etetünk és szeretünk. Ez a kettő úgy tartozik össze, de a férfi agyban is. Hát gondold el, kibújik, és már tud enni, miből? Belőlünk. És miközben belőlünk táplálkozik, fiú-lány egyaránt, eközben a tükörneuronjai kinyílnak, látod, hogy szopáskor úgy, így csodál, és tölti le az érzéseket. És az érzelmi agya termeli egyre több tapasztalatot, hogy nagyon jó az élet, mert engem szeretnek, és engem etetnek, és szeretnek, és etetnek, és ez úgy is marad. Akit szeretsz, azt eteted. De most ezt figyeld meg, hogy ez így van. De egy olyan ősi program, ami bennünk van, és ezért nézzétek, tudom, hogy furcsa divat, hogy tűbefűzhetőnek kellene lenni, nem vagyunk azok, nem baj, de viszont feszült vagy, rákcsáljál, eszegessél, ha lehet, akkor vigyázz a kalóriákra, de lényegében az evés feszültség csökkentés. Hisz sok olyan súlytöblet abból adódik, hogy bánatos vagy. Úgy hívja a tudomány Kummerfett bánathály, német eredetű ez az összefüggésteremtés, hogy bánathály, a lényegében bánatomba eszem, és elment az eszem, hát sajnos. De akkor annyira jól esik, mikor feszült vagy és eszel, így van. Ezért gondoskodjunk, most már csak azért mondom, mert közben a rágás meg nagyon jó, mert magvacskákat tud abban zsebírót hagyni. Rágcsálod, tudod, és ropog a fogad alatt meg ilyen. Tudjátok, milyen feszültség csökkentő? És tényleg nem, csak az, hogy akkor szeretem a, nem tudom mit, mandulát, vagy az akármit, szeretem. Jó, szeressed, semmi baj. Csak ugye itt van a nehézség, hogy rájövünk arra, hogy tényleg feszültség csökkentő. Szóval női nemi hormonok, szelídítő hormonok, így kellene inkább mondani, mindennel szelidítjük a, de bekapcsoljuk a szelidítő hormon működés is, különösen a férfiaknál nagyon fontos ez, és biztosíthatlak benneteket, hogy etetéssel elérjük. Ez tényleg így van. Most én nem szeretnék úgy járni, mint a búcsú szimfóniában a zenészek, hogy szépen elszivárognak, van, akinek már el kell menni, nagyon sajnálom, szerbusztok. De még nekünk van mondani valónk, igaz, ha bírjátok, ugye bírjátok persze. Hát még csak a női nemi hormonnál tartunk, aztán most jön a szerotonin. Na, tudjátok-e, biztosan tudjátok, hogy a depresszió, szerotonin hiány. Akkor kapod gyógyszerbe a szerotonint, mert nem tudja megtartani, visszaszívni a szervezeted, megtermelni. Nem is érdekes, az a lényeg, hogy a szerotonin kedélyjavító. Egy kicsit izgatottá is tud tenni, fölfokozottá, kedélyjavító. Na most hát, milyen érdekes, hogy mikor te nagyon bánatos vagy, mit csinál a szervezeted? Pontosan le tudjuk kottázni. Fönn itt a bánat, elindul a bánathormon, csökken a szerotonin szinted, aztán az egész szervezetet kapja ezt a hiányállapotot, nincs szerotonin, nincs öröm. Ez visszakapcsol, ugye egy feedback, megy körbe, ez visszakapcsol. Közben megkapja az immunrendszered is az üzenetet, oda vagyunk, nem érdemes élni, az egész kár, ne hagyjad, ne killódj. Az immunkatonák sok állapotba kerülnek. Két olyan dolog van, ami az immunkatonákat kikészíti. Az egyik a depresszió, ami immunszupressziót hoz létre, az immunrendszer föladja. Nem működik rendesen, nincs védelmi hadseregmozgósítás, nincsen, de az egész apparátus, a védelmi hadsereg föltartja a kezét.
nem megy be csatába, nem küzd az egészségedért. Ezért van az, például gyászállapotban, fél évig, ha gyászolsz, ha elvesztettél valakit, aki fontos, fél évig a biológiai gyász zajlik, az immunrendszered abszolút alacsony szintű. Nem akar, nem tud működni. Lehet, hogy te pszichikusan már annyira, hogy is mondjam, fölül kerekedtél lelki erővel, hogy te már nem mutatod, hogy gyászolsz, de gyászol a szervezeted. Mert olyan rossz az immunvédelem, fél évig rossz, aztán lassan magához tér. Tehát légy nyugodt, így is úgy is gyászolsz. Ha igazán gyászolsz lelkileg, akkor is, de legjobb megadni magunkat a gyásznak, legjobb hagyni, hogy mindez szépen végbe menjen. Na most fönn depresszió, len immunszupresszió. Fönn depresszió, a szervezetedben meg ellustuló, föl önfeladó működések, nincs védelem, megbetegszel, nem védekezik a szervezeted. Ez egy nagyon... Tehát még akkor is működik ez a romboló mechanizmus kicsibe, ha csak úgy bánatos vagy. Szoktál bánatos lenni? Olyankor vagyunk bánatosak, amikor valami elveszett, valamit veszteségér, akármilyen a veszteség, erre mi bánattal, szomorúsággal reagálunk. Az nem betegség, még normális dolog, hogy te egy veszteségre ilyen módon reagálsz lelkileg, de tudjad, hogyha lehet, ne túl hosszasan hagyd benne magad, mire való az embertárs. Kell egy kis oxitocin, kell egy kis endorfin, kell egy kis, de hogy csinálja? Hogy összejövünk, hogy beszélgetünk, hogy szeretgetjük egymást, hogy vigasztaljuk egymást, hogy lélekből egymásra figyelve segítünk egymáson. Ilyen egyszerű, és nehéz elmondanom, hogy a mi eldologiasodott és elszemélytelenedett életünk kihagyja ezeket az emberi kapcsolatokat, kihagyja a baráti meghittség óráit. Nem ülsz le már, hogy csak azért találkozz a barátnőddel, hogy egy órát eltölts vele, hogy kicsit csevegjetek. De csevegés olykor életmentő, mert kicsicseregjük, az, mit gondolsz, minden szóval kihúzol feszültséget magadból. Ezeknek óriási a jelentőség, és leszokunk róla, és már nincs merre ventillálj, úgy mondjuk, nem tudod már hova kanalizálni, levezetni, amit tárolsz, mit sperzolsz, mit a feszültséget. Azt, hogy idáig vagy, és egyre inkább úgy érzed, hogy nagyon magas már a feszültség szinted, vagyis magad distresszeled tovább, fokozod, muszáj egy kis kapukat nyitni. Ezt levezetni, az már gyógyító, az már oda tartozik egy kicsit a medicina oldalára, és már az is azt mondja, hogy vezesd le a feszültségedet, mozogjál sokat, meg elmondja az okos életvezetési tanácsokat bőségesen, de tudjátok, az a baj, hogy mikor mi tanácsokat kapunk, mi gyerekké válunk, és azt mondjuk, na, ne dohányozzak tényleg, bocsánat, hát én már csak el tudom dönteni, hogy dohányozzak vagy ne dohányozzak, és nem teszed le. Azért, mert rád parancsoltak. Majd, ha eljutsz egy olyan döntőponthoz, hogy te magad mondod azt magadnak, hogy tényleg belátom, hogy nem akarok előbb elpatkolni, bocsánat. Szóval szeretnék még egy kicsit élni. Akkor magad leteszed, de különben ilyen nem engedelmeskedünk még az orvosi utasításoknak se. Külön kutatási területe az orvostudománynak a compliance, vagyis az illeszkedés, az engedelmesség. Szóval, hogy az orvos azt mondja, legyen szíves, szedje így és így, ne felejtse el, szedje. Hazamegyek, hova is teszem már, mert holnap már meg se találom a gyógyszeremet, dehogy veszem be. Megvan, fő, hogy kiváltottam. De nem veszem be. Na most figyeljetek, ez miért? Mert nem szeretünk felnőttként engedelmeskedni. Uradnak se, régen így hívtuk urunk, ugye, az úr. Nem szeretünk engedelmeskedni. Mi szeretjük, hogy mi spontának legyünk, hogy mi saját magunktól tegyünk valamit, és ne parancsra, már felnőttnek ne parancsolj. Ezért nem működik a prevenció, mert az orvosok tele vannak tanácsokkal, hogy szedd a gyógyszert, hogy ne egyél sokat, de mikor olyan jó enni. És ezt, ugye olyan tanácsokat adnak, amiket nagyon nem, nincs ínyünkre betartani. Tehát ez a fajta
oldala az életnek nem annyira célszerű ez az oldal, a reménységteli, ahol alig kell érte a szeretet megnyilvánulásokon kívül és egymásról gondoskodáson kívül tenni, de tényleg szívvel lélekkel ott kell lenni abban a világban, ahova tartozunk. És itt minden kitermelhető, ami nekünk vitalitásgenerátor kell. Adok is, kapok is, adok is, kapok is. És hát úgy gondoljátok el, hogy ugye szerotonin, hogy kedélyjavító. Hát, ugyan vajon, mivel termelünk hatalmas mennyiségű szerotonin, és mivel termünk 20 perc alatt az immunhadsereg elébb már depressziós szintű volt, 20 perc alatt csúcson működik. Hát ezt a csodát hogy éred el? Úgy, hogy jókat nevetünk. 20 percig tartó vidám filmek nézése, és akkor persze működik a nyájösztön, hogy ragályos a nevetés. Ha én nevetek, ha-ha-ha, csak hogy milyen hangokat adok ki, dobálom ki a feszültséget. Ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi, ho-ho-ho, de nem huhogsz, mert azt nem mondod, hogy hu-hu, igaz? Nem nevetünk, nem huhogunk. Az a vészmadár huhog, azt szoktuk mondani. Mert ezek a hangok, egy Pap János nevű kutatótársam vizsgálta, képzétek el, kiadom azt a hangot, á, meg ó, meg ú, meg ilyesmik. És ő méri közben elektródákkal, hogy ugyan vajon mi történik az én agyamban. Minden hangra óriási mennyiségű feszültséget csökkent az idegrendszer. Ezért, aki énekel, netán kórusba énekel, hát az nagyon jó, hát az tulajdonképpen járkezelésre. Az teljesen a kórusba énekléssel, az, hogy kiadja a hangokat, illeszkedik a másikhoz. Kórus énekeseknek elektródákat raktak a fejére, mindegyiknek, és nézték a hasonlóságokat, amikor elkezdenek énekelni, és akkor az történt, hogy egység agy állapot jön létre az éneklés 5. percében, mikor én igazodom a szólamomat, meg a másikhoz is igazodom, meg mi, és az agyi elektromos tevékenység úgy mondjuk szinkronizálódik. Ugyanaz megy a te fejedbe, mint az enyémbe, mit ad Isten? Pedig két különböző lény vagyunk. De akkor összeolvad az elme, és egység, úgy mondjuk egység agy állapot jön létre, mintha egyetlen agy lennénk. Ilyen csodálatos, képzeljétek el, hogy olyanok például nagyon dúlt állapotban vagyunk, nagyon feszültek vagyunk, és szeretnénk egy kicsit lenyugodni, és akkor azt mondjuk, hogy de olyan jó, ha van hozzá partner, hogy akkor most gyere, üljünk le, és ugyanabban a ritmusban lélegezzünk. Kifújjuk a levegőt hosszan, jó hosszan, hosszan. Én is, mint te, igazodjunk egymáshoz. Én figyelem a te légzés ritmusodat, te az enyémet, te nyugodtabb vagy, én most ahhoz igazodom. És olyan csodálatosan megnyugszik az idegrendszer erre, hogy mi azonos légzésritmusban hosszan kilégzünk. Tudjátok, hogy fedezték föl a pánikbetegnél a légzéskontrollt? Úgy, hogy rájöttek arra, hogy fölszínesen lélegzik, és hogy nem fújja ki rendesen a levegőt. És elkezdték kérni, vizsgálni, hogy fújja hosszan, hogy a pánik rohamot, ami megsemmisülési félelem, borzalmas. És hogy ne törjön ki a pánik roham, és a hosszan kifújni a levegőt. Ma mondom nektek, bárkinek, nem kell ahhoz pánikbetegnek lenned, hogy nyugtatod le magad, hogy nagyon dúlt vagy, leülsz és hosszan kifújod a levegőt, 5 hosszú kilégzés. Nem kell a belégzést variálni, az megy magától, úgyis hát szükséged van oxigénre, de a kilégzést hosszan, és létrejön ez a csodálatos emberi reflex, hogy lenyugszik a nyúltagyból, kindölönt, vannak oxigénérzékeny sejtek, és mikor hosszan kifújod a levegőt, ezek megkapják a mentő oxigént, és akkor leáll a rohamkészség, és egyáltalán lenyugszol te is. Ezek apróságok, de mind ide tartozik erre az oldalra, hogy eszközösek legyünk, tudjunk róla, hogy használni tudjuk. Igen, azt hiszem, hogy még a dopaminról nem beszéltem a sorba, az 5-ös fogadban, és a dopaminnal kapcsolatban szeretném nektek elmondani. Én nem tudom, hogy volt már köztetek valaki úgy, hogy nem akarózott valamit megcsinálni. Nem akarózott hozzáfogni. Halogattam, hogy majd. Már megcsináltam mindent, már ruhásszekrényt is átrakottam. Mindent megcsináltam, csak azt nem, ami határidős, meg nagyon fontos volna. Ez a hormon, ami tulajdonképpen
a kedvet adja nekünk, hogy csináljunk valamit. De olyan jó hozzáfogni, annyi mindent megcsinálunk, bele se gondolunk, meg kell csinálni, nincs probléma, nekifogunk. És nem azért, mert nem tudnánk megcsinálni, hanem van valami, ami az ellenás. A dopamin az a sejmes, nagyon jó kis hormon, ami rögtön olyan készültségben, hogy ide vele az a munka, na gyerünk, akkor megcsináljuk. Nagyon-nagyon hasznos, nagyon jó. Minél több a mozgásos aktivitás az életünkben. Teszek, veszek, csinálom. Nem ülök csak úgy, hogy majd megjön a megváltó jó közérzet. Teszek, veszek, dolgozom. Minél inkább aktív vagy, fokozott sok mozgással, sok aktivitással. Tulajdonképpen ezt ébren tudom tartani, ezt a dopamin működést, aminek következtében minél inkább aktív vagy, annál inkább erősíted magadban az aktivitási kedvet, annál inkább dopamin termelsz, annál inkább könnyű valamit megcsinálni, nem vagy már annyira halogatós. Mindazáltal most nem tudom elmondani nektek, hogy mennyire érdekes az, hogy az egész motiváció ez a bizonyos valamit elkezdeni megcsinálni. Azon kívül, hogy dopaminunk van, ami segít ebben. Hogy segít az, hogy valaki szeretettel azt mondja, nagyon szépen kérlek, csak te tudod megcsinálni. Én nem tudom megcsinálni, tedd már meg, hogy csináld meg. Én így vettem rá a férjemet néhány dologra, hogy én nem tudom megcsinálni. Olyan szerencsétlen vagyok, lásd be, hogy én nem tudom megcsinálni, de te meg tudod csinálni. Bocsánat, de én most nem ilyen trükközésből mondom ezt, hanem úgy, hogy ténylegesen, ha te azt a szeretettel valakit megkérsz, hogy neked ebben, abban segítsen, akkor megteszi. És akkor nincs, ez, szóval a dopamin görcs megoldódik. Úgyhogy ezért nagyon biztatlak benneteket, merjünk kérni, és merjünk adni a másiknak, ha kérnek tőlünk. És most jutottunk el ahhoz a ponthoz, hogy az egész ötös fogatot be tudod ízítani egy egyszerű úton, módon, és ez az úgynevezett altruisztikus, vagyis a másikon segítő cselekedet. Mikor rájöttek arra, képzeljétek el, hogy te segítesz valakinek egy nehéz helyzetében, ez egész különböző lehet, de te valami olyat segítesz, olyan képpen segítesz, hogy ha pénz, akkor nem a feleslegedből adsz, hanem ami neked hiányozna. Vagyis valamit magadból elvonsz, magadtól elvonsz, és adod a másiknak időt, ami olyan becses, konkrét fizikai segítséget, ami esetleg. Tehát te magadból adsz, nem tudom, hogy fogalmazok, egy darabot, valamit odaadsz, ami neked is kincs. Abból adni, csodálatos, ami történik, mert elindul az immunrendszer aktivizálódása, csúcson működik. Fantasztikus, tényleg ez egész csodálatos, te csak segítettél, és megnézik, hogy milyen állapotban van az immunrendszere csúcson. És te adsz, és te kapsz valamit, ami a te belső programod, ami csak akkor kapcsol be, hogyha saját magadból valakinek valamit adsz, mindegy, mit segítesz. Minden anyuka nagyon jó helyzetben van ilyen szempontból, mert úgy ad, hogy tudja, hogy meg se gondolja, mert úgy is ad. És ha nem kérik, akkor is ad. És adja az éjszakáit, adja a törődést, adja mindenfélét, de te ne félj. Mert ha te adtál így annak, akit szeretsz, ha nem is kérte, de adtad, magadtól vetted el az éjszaka nyugalmát, fölkelsz ötször, ápolod, gyógyszert adsz be neki, minden módon törődsz vele, mindent odaadsz, mert szereted, akkor olyan módon az egész vitalitás generátor sor be tud indulni, és táplál téged. Ezért minden édesanyja egy évvel, minden gyerekkel kap egy év életmeghosszabbítást a tudomány szerint, jelenlegi álláspontja szerint, és minél többet tudsz adni az úgy nevezett áldozat helyett az önkéntes szeretett adomány, tehát hogy nem érzed, hogy föláldoztam az életemet, hogy ott pelenkáztam meg, már mennék már dolgozni, és nem adom már, megyek már, mert nem fogok érvényesülni, nem tudok önérvényesülni, megyek vissza, és hagyom a babát. Ez egy rossz döntés, azt tudom mondani. A tudásunk mai szintjén ez egy rossz döntés. Hát nem szeretnék erről többet már,
végigvettük a vitalitás generátorokat, a pozitív stresszeket, és szeretném összegezni most, ahova jutottunk. Igen, borzalmas, nehéz most az élet, mert hosszantartó, elhúzódó krízisállapotban kell, nem akármilyen helyzetben megakadályozni, hogy ne betegedjünk meg. És ilyen helyzetben, ahol kiterjesztetten mindnyájunkra érvényes ugyanaz, hogy nem tudod a külvilágot megoldani, nincs más, mint hogy befele folyamodunk, és belső változásokat próbálunk létrehozni. És ha valamit netán ma hazaviszel magaddal, akkor tudd, hogy azokat a stresszeket ott csökkenteni szignifikánsan jelentős mértékben nem fogjuk tudni, de azt, hogy használjuk föl a mi csodálatos lehetőségeinket, minél inkább együtt, minél inkább szeretetelben, minél inkább az összetartozásban, egymásra figyeléssel, egymás segítésével, ezek az ősi, hogy úgy mondjam, a Bibliában is megírt bölcsességek, hogy törődjünk egymással, hogy legyen fontosabb a másik, hogy bocsáss meg a másiknak, hogy légy elnéző, Istenem. Ezek mind igazoltan ez a pszichológiai irányzat elénk állította, hogy ezek mind életerős serkentők, tehát csendben mondom, haszonelvűen megéri jónak lenni. És ezért mindnyájatokat arra kérlek, pozitív stresszeket gyakorítsunk, szaporítsunk, ne felejtsük el szeretni, kifejezni a szeretetünket, és ha ma hazamész, ne felejtsd el megölelni azt, akit szeretsz. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hoztunk könyveket, hogyha esetleg nézzetek körül majd a könyvek, mert aki kéri, szívesen dedikálom. Még egyszer köszönöm tisztelettel a figyelmeteket. Szervusz. Yeah.